Na, Laci levette nekünk, Lisa, a karácsonyi ruháitokat, meg kiegészítőiteket. Úgyhogy ezt fogjuk most átnézni, jó? Itt az ideje, Lisa. No, sziasztok, én Viki vagyok, és itt van velem Liza. Lisa. Liza szobájából jelentkezünk, és át fogjuk nézni a három gyereknek a karácsonyi és a halloweeni időszakra szánt ilyen kis tematikus ruháit. Ezt minden évben megtesszük, úgyhogy ott... És te arra azt hallotta szerinted? Nuszi puszit felültettük ide egy székre. Nem büntetésben van, hanem mindig úgy olyan kis alacsony. Úgyhogy hogy ilyen kis itt mellettem, itt lent van. Jobb így, hogyha így fent van, és most segít nekem itt először is dobozunk választani. Van egy adag, amiben karácsony fiúruhák, tehát van egy picike kék dobozunk, és láthatjátok, hogy van itt kettő, nem, van itt egy adag, ami egy része már fel volt válfázva a Lizánál, egy részét hoztam Noénak a szobájából, ez is egy kupac, és akkor van még tavalyi és tavaly előtti időszakról kettő ilyen doboz. Hát én már nem is emlékszem, hogy ezek a dobozok mit rejtenek. Úgyhogy kezdjük el nézegetni, és nem fogom tudni Halloween és karácsonyi témára bontani, mert teljesen vegyesen vannak ugye elrakva, ahogy itt tavaly szezon végén, úgy január tájéken így jöttek a mosásból, és el tudtam tenni, úgy tettük el őket dobozba. Úgyhogy én azt mondom, Liza, hogy válasz egy dobozt, melyikkel kezdjük? Először is fiú vagy a lányruhákkal kezdjük, ugye van két fiú, tesója Lizának, egy 8 éves és egy 6 éves, és itt van Liza, aki hány éves? Mennyi? 10? 5. 5 éves a Liza. Úgyhogy megnézzük, hogy mi az, amiket kinőttek már, mi az, ami jó lesz idén, és mi az, ami még egy picikét nagy lesz idén. Ezeket fogjuk így szétválogatni. És értelemszerűen, amiket ők már kinőttek, azokból, ahogy tavaly is csináltam, csomagot csinálok, és akkor felteszem őket majd Vintidre, és akinek így tetszik, akár a videónk alapján, akár majd Vintiden követ minket és megtalálja, akkor át tudja tőlünk venni. Az alsó! Nézzétek, mit mutatsz, Muti! Melyiket? Az alsót, ami így le volt kötegelve, vagy nehogy szétjöjjön itt fölül, látjátok így ilyen madzaggal. Hát akkor az alsót szeretné, hogyha kinyitnánk elsőnek. Hát jó. Hopp, akkor ez bele. Ezt ide húzzuk. És kezdhetjük. Szerintem ezekben Lizának lesznek a ruhái. Igen, a többsége egyébként ennek a doboznak úgy látom, hogy szerintem a nagyobb bacskák, úgyhogy amik most jók lesznek neki. No, van itt egy rénszarvasos cuki pulcsi, ez biztos, hogy jó lesz neki. Nézegetem is közben, hogy mekkorák, ugye? Olyan a 116, ez tökéletes lesz És neki. puha is. Nagyon finom, puha, ilyen zseniali a pulcsi. Jó. Akkor van itt egy szürke, szintén ilyen téli időszakra, ilyen kis ünneplős ruha, 116. Szintén jó lesz neked idén. No. Van Hát, egy ilyen pöcs. igen, ez a... Mondjás. Ez a 116-os, az idei. Ez meg volt neki, ez a majorál, gyönyörű szép ruhák, csak kicsit hátrébb jó szerintem, hogy lássátok, hogy mit mutatunk. Szóval egy gyönyörű, jó nehéz egyébként majorálva, van benne anyag bőven. Nehéz és gyönyörű szép strasszos. Tehát ilyen, pontosan ugyanilyenje volt neki tavaly is, és úgy meglepődtem, hogy a kislánytól, akit az egyiktől, kettő lengyel kislánytól szoktunk átvenni ruhákat, az egyik kislánynak pont ugyanilyen karácsonyi ruhája volt, és őtől eltettünk egy csomagot, és benne pontosan azzal a ruhával, ami neki tavaly volt. Úgyhogy tökéletes lesz neki ez idénre. Jó, ez egy 110-es, ez is szerintem jó lesz még. Jó kis vastag téli ruhácska. Na, hát tavaly is ezt mondtam, és idén is ezt mondom, hogy jönnek újak. az újak jönnek. Én ilyen ezt hádában találtam neki. Van mancsillátos is. Ez ilyen tipikus ilyen karácsonyi fotózásra való ruha, de nekem ez
tök úgy néz ki őszintén, mint hogyha egy ilyen karácsonyi csomagoló papírban lenne a gyerkőc. Szerintem ez még nagy lesz neked most idén. Nem, 116-os. Ez is jó lesz neked idén. Úgy emlékszem, hogy ebben van egy macsajáratos. Liza valamit talált. No. Húzzatok egyébként hideg élelmet, szendvicset. Nem tudom, mikor nézitek. Uzsonna vacsora időben nézitek-e, de húzzatok hideg élelmet, mert van mit átnézünk. Ugye az idei ruhák, amiket mostanra vettem, meg a tavalyiak is itt vannak, szóval több adag lesz itt. Meglátjuk, hogy mennyi az, amit kinőtt. Ássunk le a mancsoshoz. Zecska. Na, itt van egy, ugyanolyan, mint az előző. Na, ez mekkora? Ez a 122-es, aha. 122-es Next. Ezeket hádában vettem. Tele van egyébként a háda, hogyha kerestek karácsonyi ovis vagy iskolás fotózásra ilyen ruhákat, ilyenkor már a hádának külön szekciója van, általában a legesleg hátsó sorban gyerekruháknál a karácsonyi ruhákkal, úgyhogy tele van ezekkel a csomagoló papír mintással. Ez biztos, hogy még nagy lesz, ezt ide felrakom. Jó. Na, ezek tavaly is megvoltak nekünk. Ezek a Pepkós, ilyen kis ünneplős nacik, nem, ha látjátok, hogy ilyen tök jó, strasszos. És ha jól emlékszem, ez enyhén bundás. Szóval ez ilyen tök jó kis téli naci. Picit tavaly a derekára egyébként bő volt, lehet, hogy ez idén most így tök jó lesz. 122-es, hát meglátjuk. Meglátjuk, hogy vettem egy 116-ot belőle. 122. Kisebb méret a Pepkó, úgyhogy ide rakom talánba. Ez mekkora? Ó, 116, akkor viszont a 122-t adálhatjakon. Van 116-unk is. Ezek annyira tetszettek nekem, és tavaly tökre beváltak, tavaly is volt neki. Piros is, a hagyta piros, meg ilyen fekete, hogy megvettük a nagyobb méretet, és hát mennyibe került tavaly? 1350 forintért, úgyhogy ezek most tök jók lesznek. Ugye egy karácsonyi pulcsival, mondjuk ezzel a... Hol vagy? Ezzel a kis zsenília pulcsival egy ilyen nadrág, szerintem tök jó kis ilyen decemberi kis szett. És akkor itt van a piros része, vagy a piros nadrág belőle, ennek is vannak ott, látjátok ilyen. Ennél is egyetett piros egyébként, nem tudom, hogy miért fakítja ennyire ki, ennél is egyetett piros naci. Ez a 116-os. Szupi. Na, itt van ez, amit kerestél. Nem sok mesehősös ruhánk van, de pizsiük van, illetve ilyen ünnepi időszakra az itt egyet-egyet szoktunk venni. Úgyhogy van egy ilyen szkályos, csak nem értem, mert téli mintás, viszont ez egy tökre, látjátok, ilyen tök átlátszó, tök vékony kis legény. Hiszen, hogy Oviban most tökéletes lesz, mert szóltak az Oviban, hogy nehogy hosszújúban és vastag nadrágban küldjük őket majd télen, mert annyira befűtenek, hogy 26 fok van az Oviban télen, úgyhogy pont jó lesz. 110-es, szupi Liza! Pont jó lesz oda ez a kis vékony így bentre. Ja, ez pedig ugyanaz a piros. Még egy 116-os belőle. Van egy ilyen cuki. 5-6 évesre való pöttyös. Rénszarvasos. FNF tunika. Hádában találtam. Többsége egyébként szerintem hádás. Amikor még jártam hádában. Most már nagyon drága a háda. Ebből egyből van kettő. Na, tavaly azt hiszem a 104-es volt rajtad, de viszont kettőt léptél és leesett. Emlékszel? Ebben voltál a Mikulásnál. A Lurdi házban, tudod, amikor ott vártad a Mikulást, és fotózkodtunk vele. Emlékszel? Igen. Na, ez a szoknya volt rajta, kettőt lépett és leesett. A könyvbe. Ide hozod? Keressük meg. Okay. Na, Liza megkeresse addig nektek. Benne. Aha, igen. És mit mondott neked, hogy jó kislány voltál? Igen. Igen? Adott neked ajándékot? Igen. Na, akkor a Liza hozza közben a kis fotóalbumot. Láttam úgyhogy... a zsákját is. Ki volt benne? Beleláttál a zsákjába?
segítek ezt kibankan neked, amit az alján láttam, hogy itt van. Van ez örögény sokáig, tessék, itt van a üzenek a kis fotóalbuma. Addig én folytatom, tehát hogy ez most biztos, hogy idén a 104-es jó lesz, mert tavaly leesett róla. És akkor... Volt a Nyuszi. És akkor van egy, még egy. És itt a mama is. Ez meg szerintem egy csomagban lehetett. Úgy átvettük valakitől, vagy vintides, vagy nem tudom. Valószínűleg vintides csomagban, úgyhogy van kettő tűszoknyák. Sőt, van még egy harmadik tűszoknyák. Jó, de cuki volt még pillanat, amikor még egy kicsi. Igen. No, van egy ilyen, ezt is szintén, szerintem ezt így együtt vettük át valakitől így egy nagyobb csomagban. Hát wow, Liza, ezt nézd meg. Wow. Ez igen, ez már igen, és ez mekkora? Ez egy Next 5-6 éves. Ó, itt volt Sophie. Nem Pille? Nem, az a Pille szerintem. Most fénykép alkoholat nézegetünk. Addig anya meg itt dolgozik. Na. Itt volt Liza. Aha. Van egy, ez mekkorára való? 5 éves, tehát ez pont most jó a Lizára, szerintem hádás volt. Egy ilyen kis kockás ing. Még csomó helyben. Ralph Lauren kockás ing. Wow. És ezt így adja rá szerintetek egy ilyen tűszoknyával? Nézd, itt van a buli. Igen, a szülnapi bulitok volt. Emlékszem a játszóházban. Na, furi? Hát nem tudom. Na, majd meglátjuk. Jó, szóval kockásing még marad, mert 5 évesre való, tehát pont jó. Aztán van egy ilyen hárdemes. Ebből volt tavalyink is, egy ilyen tacsi is kibontom. Egy picit zörgök. Volt tavaly is, és vettem nagyon méretben, és már anyukámnak a kedvence. Az a tacsi. Tacsi minden formában jöhet. Ugye nekünk volt 10 évig tacsink, de ezt már nagyon sokszor elmondtam, szóval nekem fiatalkoromban, fiatal, hát olyan érettségi környékén 1999-ben, igen, akkor kaptam a tacsit, és akkor 10 évig volt ő velünk. Úgyhogy itt van, csokesz. A tacsi, ez egy H&M-es 116, idén szupi lesz, láttad? Megvan! Na, nézzétek csak! Itt van, nem tudom mennyire fog félni, de itt van Liza a télapóval, ott van rajta a tűszoknya. Hú, nagyon, nagyon tükröződik Liza, itt is itt van a Liza, de nagyon tükröződsz. Itt van a tűszoknyában. Csak folyamatosan leesett szegény kémről, ugye? Emlékszel? Már a Lourdesnek a parkolójában már majdnem a bokádon volt, emlékszel, és majdnem elhagyta a szúnyádat. Na, jönnek, ez tök jó, hogy most így elő is került, az őszi téma, ilyen Halloween témájú, kis pepkós pólók, ezek tök jó áron voltak most is, idén is tök jó áron vannak, ez külön rakom a Halloween-t, de ezt már most szerintem föl is tudja majd venni a Liza. Jön még egy Halloween, inkább ezt mutatom először. Ez is megvolt neki tavaly is, 104-esben, idén akkor a 110-es. 780 forint volt, szerintem nagyon kis cuki. Ezeket már nem is rakom messzire, mert hát már kevesebb, mint egy hónap és Halloween. Itt a kis télapó. Ruhában. Igen. Nem tudom, az megvan-e még az a télapós ruha, lehet, hogy itt lesz majd mindjárt. No, karácsonyi, szintén pepkós kis felső. Ez egy tök jó kis obis, kis decemberi időszakos felsők, úgyhogy ezeket nagyon szeretjük. Ezeket is szerintem most már külön fogom tenni, ezeket a úgymond, hát hogy mondjam, használhatóbb dolgokat, tehát amik nem ilyen tűszoknya, meg mit tudom én, amik nem annyira ünnepélyesek, értitek, mit akarok mondani. Tehát amilyen hétköznapi, de mégis karácsonyi mintás, azokat külön teszem. Na, jön a kedvencem, az egyik kedvencem. Ez
Az egy ilyen kis őzikés Next ruhácska. Azt hiszem, hogy ez 116-os. Tökre emlékszem, hogy ezt itt érdemvettem a Hádában. Valamiért ezt másodosztályúnak titulálták, 116, úgyhogy ez gyakorlatilag egy féláras Hádában talál, de semmi baja nincs egyébként. Tök szép. Úgyhogy ez biztos, hogy ez így idén kedvenc lesz. Na, volt egy kis technikai szünet. Ezt ide csak kitesszük ide mögéd? Igen. Jaj, ez így direkt? Várja, direkt volt? Igen? Igen. Így látszódik? Hát valamennyire, igen. Jó, na, folyt köv. Tehát adottunk a kedvencünknél, az őzikésnél. Aztán 110-esben egy H&M-es kockás csomagolópapír ruha. Jó, van itt 110-es, meg 116-os, megadjuk, hogy idén melyik lesz jó rád. No, aztán jön itt egy Pepkós, szépséges, ilyen nagyon jó anyaga van egyébként, a jó szó. Nincsen leírva, hogy... Mi van rajta? Hát semmi nincsen rajta. Nem mindenem van rajta valami. Mizókám. Ezen egy ilyen szép kis fodor van. Tök szép. Ez is tök szép. Mondjuk ez. Ezt el tudom. Várj egy picit. El tudom képzelni mondjuk ezt. Hát nem tudom, magamhoz tartom. Ezt így, ezzel a kis, így, ez milyen csíny. Ezt is mennyiért vettük? 1200, de tök szép kis ilyen blúz helyett, tudjátok, ilyen pólóanyag volt, hogy ezt ide rakom, ez tök szép. Na, hiszem már fel is öltözött a kedvenced, ez lesz szerinted? Unikornisos, ez tényleg menő. 4-5 éves, hát ez is szerintem lesz 110-es akkor. Ez is tök szép, Liza. No. Úgyhogy majd választhatsz. Melyikben szeretnél lenni a mamáiknál karácsonykor, melyikben itthon karácsonykor. Aha. Melyikben az oviban. Melyikben. Karácsonyfáj. Karácsonyfáj, megint megyünk fotózkodni, megkeressük a téllapot megint. Jó, idén is megkeressük. Na, hát a tipikus, tudjátok, ilyen pepkós karácsonyi tömélyen, ezeket imádom. Én alapjáraton nem szeretem a pepkós ruhákat, de azt gondolom, hogy a karácsonyi meg a halloween-es időszakban olyan, amit egy hónapig hord a gyerek, vagy mondjuk két hétig hord a gyerek, azok nem mennek annyira hamar tönkre, mint mondjuk egy ilyen, mit tudom, fél éves vagy teljes éves szezonos ruha. Úgyhogy karácsonyit így szoktam. Hogyha cukit állok 780 forintért, szerintem ezek nagyon édesek. De ez is jó neki, úgyhogy egyelőre eddig minden jó neki. Ezek a valószínűleg, amiket tavaly elraktunk, hogy még tavaly nagy volt neki, a másikban lesz valószínűleg az, amiket már úgy szerintem kinőtt. Na ez viszont 122-es. Ne, tehát elég mérethiányosak, ezek elakapkodják nyilván a pepkós ilyen cukiságokat 780-ért. Úgyhogy szerintem ez még nagy lesz neki idén. Úgyhogy azt a 122-es kupacba rakom, de meglátjuk. Sosem lehet tudni, hogy mekkora nőnek. Igen, van 122-es. Mutatom ezt. Ez ugyanaz, csak 122-esben ez a nézes kalácsos. Ez is akkor ide jön. Már egy picit manó. Itt van egy ilyen, szintén ilyen kis fehér, hát ez inkább ilyen, de fehér, nem, hát ilyen krémszínű és a fehér, között egy ilyen szép, csinos, egyszínű, ezekre mindig szükség van. Jaj, de szép, wow. Na, ezt nem tudom, hogy ez miért, ez inkább újévi ruha, Liza, jó? Én nem tudom, hogy ez miért karácsony, de a karácsonyi ruháknál volt a Hádában, gyönyörű szép ilyen, látjátok, hogy mennyire fénylik. Pedig fényteles. Azt hiszem, ezek egyébként újévi ruhák, nem? Újévi. Tehát karácsonykor, hát végül is, mint egy karácsonyfa dísz, úgy néz ki az, hát igen, Lizának tetszik. Szóval ez ilyen tök szép kis egyberuha, H&M-es. A H&M minden évben kiadja ezt, mindenféle zöldben, lilában, világos rózsaszínben, pirosban is láttam már, és meg is volt nekünk a piros. Úgyhogy minden évben ezt kiadja, ezt a ruhát, igen, ez is idén jó.
Na, Muti, ezt a karácsonyfa gömböt, ezt a hádában szerintem te választottad, vagy én nem tudom. 116, ez nagy lesz neked idén szerintem. A derékban ez óriási. Na, akkor akkor jövő szilveszterkor. Idén szerintem ez biztos. Tessék? Lehet, hogy ebben van a Mikulás. Aha, szerintem is abban van a Mikulás, és inkább. Inkább az lesz a tavalyi, és ezek pedig, amik még nagyok neked. Igen, 122-es szintén ilyen pepkós cuki. Egérkés. Hát meglátjuk, mert egyébként kicsi méret a pepkó, úgyhogy meglátjuk, hogy a 116, hát nem tudom, jaj. Pizsi. Ez pizsi lesz, jó? Ebbe akarsz újba menni? Igen? Ne pizsi legyen. Ne pisi, és itt van hozzá az alsó. Na, Melcsi, ha ezt látod. Jaj, nézd ide, Melinda. Itt van, nézd, egy szett. Melinda, a kisanyával nagyon szeretik a mesehősös ruhákat. Mi viszont nagyon nem, de egymást meg nagyon szeretjük, úgyhogy mindig egymást így cikizzük, hogy... Idén is van Halloween-es, mini-egeres, Halloween-es póló, meg Gabi Baba háza, Halloween-es. Igen, bugyikák is vannak. Leggingsek a Pepkóban, úgyhogy egymást így cikizzük, úgyhogy tessék, nekünk is van, mondj, hogy járatos. Most akkor Pizsi lesz, vagy a Pepkóba? A Pepkó vettük egyébként. Pizsi lesz, vagy Ovis ruha? Ovis ruha. Jó. Bugyi, bugyi. Bugyi, bugyik. Igen, ezek idén karácsonykor. Tök cuki egyébként, olyan szépek, nem szoktam mutogatni bugyikat. Aha, ez egy H&M-es 92-es címke, nem tudom, mi van ez a dobozban. Szóval ilyen karácsonyi mintás, biztos, hogy idén is lesznek. Van francia bugyi, és... Van ilyen nord, ez is francia, de ezen más a minta. Ezeket tavaly vettük, tök cukik, ebbe is kettő van. Itt meg ilyen mézes kalács lányka van. Pillanat, és jó, ez az egérkés, azt mutattam, és akkor van ilyen sima. És akkor ebből is, ebből három van. Háromféle ilyen, hát ilyen. Karácsonyi bugyik, igen. Na, úti az oknit. Ez 27-30, mert ez Noé-nak az oknia. Ez a te kiskutya. Noé-nak és Alexnek a kiskutya. 24-27, belenőttél. Ezt már két éve mutatom. Megvettük a H&M-ben, nem is tudom mikor, már tök régen, és 250 forint a darabja, ugye, és vettünk belőle egy párat. Na, végre belenőtt. 24-27. Már egy picit beleragadt. Már hogy nézzem, mi történt. Nem ragadt bele. Na, Lizám, karácsonyi zokniai megvannak. Van belőle kutyusosból 4, és le volt árazva 695 forintról 250-re. Egy jó zoknikák, azt visszarakjuk, jó? Ez bontott le. Van... Bontott. Várjál, ez szerintem neked, nem? Okay. Hogy ez melyik költök? Ez fiús vagy lányos? De mindegy, 360 forintra a Pepkóban le volt árazva, 500, nem, 300-ra, az 300 vagy 300? 300-ra, 550-ből, ről. Zoknik, három darabos zoknik. Na tök jó, ez idén már 1000 forint. Úgyhogy szépen itt el lesz a dobozban, kivárogatja a helyét. Na és ebből szintén ugyanaz. 27-30, tegyük vissza, ezt most vettem ki, tök ugyanaz, csak 27-30. Hát nem tudom, mert most olyan 26-os a lába, 25-26-os a lába. Simán lehet 27-es, így karácsonyi decemberre, úgyhogy lehet, hogy jó lesz. Meglátjuk. És akkor van itt egy szintén pepkós karácsonyi harisnya. Nem, ez nagy. Itt van, nézd. Harisnya a ruhákhoz. Piros harisnya. Úgy fogsz kinézni, mint egy... Királylány.
Hát azt akartam mondani, egy paradicsom, de eszem majd tudod, hogy egy kockás paradicsom leszel. Egy csomagoló papírba becsomagolt paradicsom leszel. Na jó, ez pedig Noénak és Alexnek az okni csomagja. Összegurigázok, mint egy gombóc. Na, oké, fiúknak az oknia. Ez a doboz kiürült. Mutatom. Ugyan benne maradtak az oknikák itt alul. Már egy picit visszapakolom, jó? Alulra azt, ami nagyon nagy, szerintem. Jó, ebből minden jó neki még. Sőt, van, ami még ugye nagy. Ezeket visszarakom, hogy itt elférjünk, Lizám, jó? Na, tehát ez egy jó kis doboz volt. Szupi, itt minden tök jó volt neki. Szerintem a Halloween estelől is adjuk, jó, Liza? Jó. Oké. Okay. Jó. Ezt az ősi témájút, meg a Halloween est szerintem felakasztjuk. Jó, jöhet a következő doboz. Itt van, mutattam a következő doboz. A bárányos doboz. Lehet, hogy ebben már azért lesz több, ami már kicsi lesz neki. Vagy nekik. Na, Muti, közelebb húzlak. Ez egy kisikás. És... Mint hogy egy hógömb lenne, nem? Igen. Na, hagyd nézzek méretet. Mielőtt nagyon beleszeretsz. Jaj. 104, 3-4 év. Jön a szellem, csak egy, az a baj, hogy ez lehet, hogy már kicsi neked. Mielőtt beleszeretsz a ruhákba, hát ezt akkor hagyd nézem hozzád. Hát... Kicsi. Jó, na jó. Hát akkor mondom, ebben lesznek, amik kicsik már. Szóval egy cuki nyúszikás. Kicsi. Csillag van a hajába. De egy cuki, de szerintem szintén kicsi lesz. Jön a könnyes része. 98-104 szellemes Halloween-es H&M póló. Kicsi. Jaj, úgy szerettem egyébként ezeket. Minden ruhácskáját nagyon szeretem a Lizának, de ezeket a szezonális, ilyen Halloween-est, szellemeseket nagyon-nagyon szeretem, meg a karácsony. Ja, hát szerintem ránézésre ez is kicsi. De. Nem, 110, de ez tök pici. Ez is inkább 104 méretre való. Jön a videónak a szomorú része, amiket és el kell engedni. 104, szintén pici Halloween-es cicát szorongat a lány. Dino! Tudjának a Dino. Aha. Itt már vegyesen lesz fiú lány, ha láttam, melyenek a fiúk is. Na, lezuhant ide egy Noénak a dinós. Ez de vagány. Litteres is, dinós is. Fiús. Fiús, a fiúsokat külön rakjuk ide. Na nézzük. Ó, még egyszer. 98-104 H&M, pici. Pici, ez a tavalyi. Tavalyi szépséges. Ember, nem. Ez maga keszem. Jó, a répát, megeszed az órát. Na, ez elég nagynak tűnik nekem. Ez fiús. Fiús, megtartjuk, hát meglátjuk, hogy mekkora. 110-es. Hát hozzám ére Noéhez. Noéhoz szerintem ez inkább 100. 90 lesz. Engen is kicsi. Úgyhogy ez fiús kicsi. Nagyon cuki. 110-es, úgyhogy nem tudom. Noénak 116-osak most a felső, de szerintem ez nagyobb. Meglátjuk. Noénak a kedvence. Igen. Biztos, hogy kicsi. Nagyon szomorú. 116-os ez. Tök pici. Nagyon szomorú lesz. Hát igen, tavaly ezt szerette. De szerintem ez pici, de meglátjuk, majd felvetetem vele. Itt a kilány! Ó, azt de szerettem! Ez először Alexé volt. Vagy kettő volt belőle. Volt egy 110-es, meg egy 116-os. Tényleg. Te is felvetted. Ne, ez nem az, ez még nem az. Ez fiús, cimundás, tök aranyos.
Hát meglátjuk, 116-os, szerintem ez elvileg jónak kéne lenni a Noénak. Ó, azt de szerettük azt is. Ez a cicás? Aha, ez... ez a kicsi. Kicsi... hajtát van rajta. Aha. Lány. Vagy nem? Nem, ez tök nagy méret. Ez is van. Ez nem, ez is jó. Jó, oké. Ez Lizának a tacsis, ez jó. Itt ez tutira jó még neked. Itt vannak a dígés. Jó, de szerettem, ez az egyik kedvencem volt, Halloween-es cicás. Aha. És akkor mi volt? I need candy right now. De szerintem ez 9804, ez kicsi már Lizának. Hálendemmes. Na jó, ezek egy csomagban lesznek, jó? Szóval a Vintidre fölteszem őket szerintem egy csomagban, és akkor... Majd meglátjuk. 98-as, de nagyobb méret volt. Nagyon cuki, de biztos, hogy kicsi. Van egy Mikulásos sves. Muti? Aha, nem Mikulás, ez Halloween, és 104 kicsi. Mikulásos sves van. Télapó, télapó. Igen? Mondjad. Ezt nem tudom már. Már nem emlékszel rá? Ha nem. Biztos, hogy kicsi ez a Halloween-es is. Volt. Kicsike. Régebben volt. Na itt a majorál, amit mondtam, de biztos, hogy kicsi, mert 104-es. Az itt a gyönyörű szép majorál karácsonyi ruha. Itt van egy gyönyörű rózsa rajta. Itt is. Két rózsa van itt a két, ez egy csoda. Mikulás, Mikulás. Megvan a Mikulásos póló, Liza. Jó, kicsi a majorál is. Igen, ez az. És... úgyhogy biztos, hogy kicsi. Ez egy Next télapós. Várj egy picit, ruha. 98. Hát igen, ez Lizának 4 évesen volt, úgyhogy ez inkább 104-es szerintem. Jó, szintén 98. Levit volt a hajam. Nem, össze van kötve a hajad. Nem volt az rövid Lizám. Az meg ott a... Nem látjátok szerintem. Ez is pici. Hú, Liza, mennyi pici van ezek között. Ez is kicsi, mert szerintem 104-es. Ez ugyanolyan. Igen, ez volt 98-ban. Jó, a következőt, de szerettem, Liza. Ezt nagyon szerettük, ezt a szeme fendef. Ezt nagyon szerettem. Ez annyira helyes. Ez nagyon cuki. Nézzük, mekkora ez, Lizám. Hát lesz most már egy kupac. 2-3 év, az melyik az a... Az melyik az a 98-as? 98. És a 3-4 év a 110? 100. Vagy a 104? Mm. Akkor valószínűleg ez 98-as, jó. 98-as. Jó, ez a 98-as, kicsi már. Jó, akkor lesz szerintem egy 98-as csomagunk, és lesz egy 104-es csomagunk, jó? De ez fiús. 98-104, kicsi. Ó. Mácsi. Téged keresnek. Bocsika, ez 104-es kicsi. Bocsika. Ó, az is te szerettem, Liza. Nagyon, ez nagyon. Ez is megvolt 92-esben is, és ez egy 98-104, ezt nagyon szerettem. Ez meg lett a szüvege. 98-104. Jaj, ez kicsi. Aha, ez rengeteg van. Liza, amik kicsik már. Ez Halloween után jött meg sajnos, úgyhogy H&M rendelés volt. Na mindegy, cicás kicsi. Megy Vintidre. Szomorú vagyok, mert van szép kis nincs ebből nagyobb. Nincs mi. Ez sajnos ezzel a csomaggal valami, emlékszem, hogy valami volt. Látok a városba a kicsi. Kicsik? Látok a városba a kicsi. Nem értem. El? Elmegyek a kicsi. Hova mész? Világgel. Világgel mész? Jó, 98-104. Kicsi?
de egy nagyon szép. És van hozzá egy szoknya, aminek viszont a szoknya része az viszont biztos, hogy jó még. Kettő. Tehát meg lesz nagyobban is. A szoknyája az viszont biztos, hogy jó. Úgyhogy nem szedem szét a szettet, de a szoknyát tudja hordani, úgyhogy ezt most még nem tudjuk odaadni. Na ez viszont a 110-116, ami meg látjátok óriási rá. Tehát, hogy ez még viszont biztos, hogy jaj, nagy. Istenem. Hova tegyem? Ez még ide. Jaj, Istenem. Piros. Hú. Ennek hullik valami? Várj egy picit, Iza. Nagyon gyors vagy. 110-116. Óriási. Nagyon-nagyon. Ez H&M leárazás, emlékszem. Kampónában vettük szerintem ezt is. Az gyönyörű. Nem, ez egy világos, a szalvadó a kis. Miért mész világgá? Mert mind kedvencem kicsi. Mert a kedvenceid kicsik, és elmész világgá? Hát akkor Iza, kiválogatjuk, amik a kedvenceid, és megmutatjuk, és által nézőknek van akkor a méret, ami neked tetszik, és megvesszük nagyobban. Világgá nem menj ezért, babám. Tonyának nagyon hiányoznának, itt van egy gyönyörű szép, ez tipikus ilyen gyönyörű szép, ilyen ünneplős karácsonyi ruhácska, és kell fölé egy bolero, ugye? Mert egy kicsit az, hogy hajt a teteje a másiknak, aminek viszont a teteje most jó lesz, ugye? És össze fogjuk passzintani a 9804 alsóval. De nagyon le volt árazva, azt nézem, hogy 6000 forint volt eredetileg, és aztán 2005 is, ő 2000 forintért elhozt, itt a szett volt a felső és az alsó itt szettben, úgyhogy majd anya szépen ezt össze fogja neked kombinálni, jó? Úgyhogy ne félj egy percet sem, anya összekombinálja. Itt a piros, amit mondtam nektek, itt a piros, hol a piros? 110-116, 700 forintra le volt árazva, ez ugyanaz, mint az a sötétkék, látjátok, ilyen tök szép csillámos. Az a tipikus, minden egyes téli szezonban ezt a H&M kiadja, biztos, hogy idén is lesz. Na, meglátjuk, hogy mennyibe fog idén kerülni. Tavaly ez 2995 forint volt először. Menj egy picit, Liza. Aztán 1000 forint lett, és végül 700 forintért adták oda a nagy-nagy-nagy télvégi leárazáskor. Na, Liza, Manó, Muti, mi a Manó? Hát ez a kocsó. Hát ez nagyon édes. Ezt emlékszem, ezt a hádában találtuk, Liza. Hát ez egy pulcsi. Hát ez mennyire cuki már. Ó, az is de szép, amit fogsz, Liza. Na, mindjárt végére érünk a lányosnak. Ez 6 évesre való, de szerintem jó lesz már a Lizának. Aki idén 5 éves. Na, Muti? Olyan a fiús. Hol van a fiús? A kék dobozban itt, amire most itt pakulok mindent. Na, van itt egy tök jó mini bóden, 4-5 éves 110-es. Szerintem túl bő ennek is a gyereke, de nagyon aranyos ez is. Nézzétek, ilyen... Itt van vörös begy például, nagyon cuki. Ez nagyon szép. Hát meglátjuk, hogy ez jó lesz-e. Meglátjuk. Na, Muti, mi ez a nagy hajtogatás? Készen vagy? Ez is tök szép. Szintén szerintem hádás, de ez gyönyörű. Ez a kedvencem, ha puha. Egy bársony. Mi ez? Atya ég, az valami bársonyruha. Ez mekkora? Ha puha. 116. Na hát meglátjuk, hogy jó lesz-e. Lehet, hogy még nagy lesz ez neki. Egy next, atyavilág. Egy next. Ez nagyon szép, csak nagyon furcsa anyagú ruha. Nagyon furi. Ez meg mi? Mert egy kicsikét nem, az alja, akit ki 110-es, ez jó lesz neki idén még. Na, Rizán, pakoljuk vissza. Amiket? Ezt nem. De amik biztos, hogy jók, azt igen, azt visszarakjuk. Itt van, és csak itt voltak ezek. Majd ezeket össze, mert egy picit igen. Ezt is. Ezt is. Ezeket így egyben. Jó, na. Ugye, mutatom itt a helyzetet. Mi, mert egy picit, ne, az jó úgy.
vagy nem fogja csukolni. Mutatom, mik uralkodnak itt körülöttünk. Na, itt még nem tartunk, majd mindjárt itt is tartunk. A Halloween 2 felsőt kiválasztottuk. A fiú, Noé. Fiú kicsi. És a meglepetésen. Akkor itt van a Aliza kicsi. Milyen meglepetés? De figyelj már, becsukodott itt az album mögötted, itt a karácsonyi témánál, vagy a Mikulás témánál tartottunk. Na, itt van, ami idén biztos, hogy jó. Még ide átvesszük ezt. Jó, talán most már nem kell így zsinóroznunk. Nem kell nyomogatni a dobozt, ja. Így már így kényelmesen el. Hajpántos doboz. Igen, a hajpántos dobozod ugyanaz. Hát lenyomtuk az egyik oldalát, és a felnyit a másik. És akkor nevetünk egy nagyot. Igen, mert szórakozott velünk. Az a fránya doboz, ugye? Na figyelj, Luza. Luza? Luizi. Figyelj, Luizi. Lizi. Pocó. Na itt már nagyon jó a hangulat. Figyeljetek, átrakjuk azt, ami kicsi, jó? És most jönnek a fiús dolgok. Jó, hoppod, átettük. Fiús dolog, kicsi. Ezt ide odébb húzom, mert ez nem kicsi, ez még jó. Ez a fiús 100 ruha. Ez 100 ruha ebbe a piciben? Hát ez egy, nézd meg, milyen picike doboz, Liza. Na, mindjárt jön a Liza. Tegnap Alexszel vettünk a fiúknak Halloween-es polót, és Alexnek, csak neki találtunk, egy darab volt, ilyen világítós pizsit, úgyhogy Liza felhozza. Addig szerintem ilyen folytatom itt, amiket így kiválogattam. Még így a váfás részről, szóval van egy ilyen tök szép Next tunika, ami nem tudom, hogy mennyire karácsony, inkább ilyen őszies, de karácsonyi ruhának, mondják az anyukák, így láttam már rengeteg csoportban. Hát végül is nézzétek, ott van a csizma, meg itt van a karácsony. Hát akkor végül is, nekem egyébként ez olyan őszies színű, de akkor lesz neki egy ilyen kis oviba menős ruhácskája. És ami még így váfám volt, és valószínűleg még jó rá, bár 9804-es H&M-es, de szerintem ez idén tök jó lesz neki. Halloween-es szoknya. Van itt pókháló, meg ilyen kislány, meg denevér, meg mindenféle szellem, meg kastély, úgyhogy ez egy Halloween-es tűlszoknya. Jön ide a Halloween-es szakaszba. És ez is már megvolt neki tavaly, volt is rajta tavaly, de mivel 110-116 biztos, hogy idén is jó lesz neki. Ez egy Halloween-es ruha, és nem teljesen értem a koncepciót, hogy egy nyári ruha. És amint látjátok, ez inkább ilyen nyári szabású, ugyatlan ruha, de megoldottuk, tavaly is ráadtuk valamilyen egyszínű, hosszújú felsővel, úgyhogy ez még szintén ez idén még marad. Aztán megjött a Liza, hozza Alexnek a csomagját. Beférsz? A dobozoktól? Na hozzad, akkor ezt is megmutatjuk, jó? Mi tegnap tettünk a Pepkóban. Jó. Aztán, hát semmi extra, egy minimum is piros leggings, ez jó lesz neki idén. Aztán csomagban, nem tudom, hogy mennyire karácsonyi, de vettünk majorál piros pulcsit. Liza, léci! Pum-pum-pum. Szóval piros pulcsi, szerintem ez is tök jó a karácsonyi időszakra, ez is nem tudom. Nekem valahogy lehet, hogy itt a teteje miatt, de ez is ilyen kis karácsonyi, ilyen kis, hát jó, mindenki, mindegy, téli, na. Szóval ezeket is félre raktam az ilyen decemberi időszakra neki, nem feltétlenül karácsonyiak, de azért, nézzétek, milyen szép ez a pulcsi is, de jó. Hát egy ilyet én is elfogadnék egyébként, tök jó kis puha, nagyon finom puha, ez is majorál pulcsi, nagyon szép, úgyhogy ezeket szánom neki így a karácsonyi pulcsiainak decemberre. Aztán, na, Liza már kicsit kezdje türelmét veszteni, ugye, Muci? Kicsit már kezdesz olyan vásott lenni. No, jöjjenek a fiúk akkor. Ma Lizát tökre nem fogja. Lemész mesét nézni?
Köszönj a nézőknek akkor. Sziasztok. Van, szia babám. No, jönnek akkor a... Igen. Na, akkor köszi, hogy segítettél megmutatni a karácsonyi ruháidat. Puszillak. Puszillak, az én szavasért. Mondd el apának, hogy mit szeretnél vacsira, jó? És akkor mindjárt jövök. Jó. Jó, és akkor megbeszéljük apával, hogy mit eszünk. Na, tavalyi Alex és Noé Halloween felső biztos, hogy jó idén, és ez marad. 116, szerintem ez Noé-nak tök jó lesz. Alexnek a tavalyi kis Halloween-es, tudjátok, ilyen nyálkendő, ez biztos, hogy marad. Aztán van itt egy, hát nem tudom, ez fiús. Ez szerintem fiú. Mekkora ez? 122 Alex. Alex karácsonyi mintás. Hosszú jó felsője. Na, jól van. Egy-egy már biztos lesz a fiúknak. Aztán Alexnek szintén 122. Kis hóemberes. Na, megnyugodtam. Ők sem maradnak karácsonyi ruha nélkül. Ez egy. H&M. Ezeket vettük szerintem, vagy igen, biztos csomagban vettük. Tehát ezek nekem tök ismeretlenek. Leszámítva ezt a pepkosat, mert ez a miénk, de valahogy ide készítettem a szekrényében olyanak. Van egy ilyen H&M 128-as ink, szerintem ez Alex lesz, de az is lehet, hogy még idén nagy lesz neki. Jó. És akkor mi van még itt? Na. Mácsi, már megint. Van itt egy mancsolyát, és egyébként pont mancsoljárat mesét néznek lent a gyerekek, csak a Liza feljött velem átnézni, mert muszáj most már átnézni itt a karácsonyi cuccokat, hogy ugye Halloween meg karácsony vegyesen van, és most még át tudjuk adni egy másik kisének kisfülnek, úgyhogy muszáj. Tavaly szeptember 27-én néztük át, megnéztem YouTube videókban, és idén meg most már hanyadika van, október 7 vagy 8, azt hiszem. Na mindegy, ez melyik fiú? Valamelyik fiújét. 5-6, Noé. Noé-nak a mancsoljáratos Halloween-es pólója. És mutatom akkor, amit most vettünk a fiúknak. És Alexnek a pizsijét. No, van egy ilyen Halloween-es felső Pepkóban, 700 forint volt, ez tök jó. Különösen örülök annak, hogy nem fekete. Egy volt a gond, hogy nem volt csak 128-as, meg 134-es méretben, úgyhogy valószínűleg olyanak ez óriási lesz, és én nem ez nagyon nagy. Nem szeretem feltűrni a karját, 7-8 éves. Jövőre lesz jó Noénak, na mindegy, azt hiszem, hogy egyformák legyenek, de nem volt 122-es, úgyhogy majd még keresni fogok, hogy legyen Alexnek is, meg Noénak is legyen egy. Úgyhogy 228-ast vettem, és akkor jövőre viszont mind a kettőnek szerintem jó lesz. Idén meg csak Alexnek egyelőre. No, és akkor ebből is szerettem volna kettőt venni, tök jó, világít elvileg a sötétben, egy ilyen pizsit. Úristen, ez milyen nagy! Hát ez Noé-nak biztos, hogy óriási lenne. De ennek csak a fölsejét tudná ő hordani. Na mindegy. Alexnek lett egy ilyen világítós pizsie. 2300 forint volt. Ide is van írva, hogy glow in the dark. Úgyhogy jó. Kicsit odébb jöttök ide. Oké. Okay. És aztán jön a többi fiús dolog. Hú, ebbe is szerintem rengeteg lesz, ami már kicsi. Ezeket megtartjuk, tehát ez a My First Christmas, ezt megtartom emlékbe, szintén Alexnek az első kis karácsonyi parterlie. Ezek maradnak. De ő úgyis használ parterliét, mondjuk ezért egy picike már, amit másodszorra mutattam. De tudjátok, ezeket én megtartom. 116. Ez Noé-nak biztos, hogy jó, szintén pepkós.
Nagyon szeretem, érdemes nézegetni a Pepkóban ezeket a szezonális ilyen mézeskalács, meg mindjárt majd megálltok a télapó, van egy tök vicces, ez 128-as volt már tavaly Alexnek is, úgyhogy szerintem jó lesz, vagy Alexnek, jó lesz neki a 128-as Halloween-es felső, nem baj, majd jövőre Noé is belőle a másikba. Ez tök vicces, tolja az autót a télapó. No, Alex. Ez ilyen kétszezonos poló. No, aztán van egy. Egy 110-116, egy Noé. H&M-es. Glow in the dark? De jó, ez de vagány. Noénak. Egy múmiás, halloween-es felső. Na, ez szupi. Jó. Azt hittem, hogy már H&M-es ruháink így elkopnak, de azért egy-egy darab még azért így itt felelhető. First Christmas szintén Alexnek, Partedli. No, ebből volt itt egy 116-os, amit én tök itt a 122-es, ha az volt Noé-jé, ez pedig Alexé, de ez még biztos, hogy jó, mert ez tök jó nagy. Ez még tuti jó, a másikban én bizonytalan vagyok, hogy jó lesz-e. Jó, a kedvencem, mekkora? 116, akkor ez most már Noé, tavaly Alexé volt, minimami, nézzétek, ilyen manós leggings, ez tök jó. Ezt imádtam. Aztán ez még biztosan jó, ez egy ilyen legós, ez is már tök régóta megvan nekünk. Legós, melyik kötöké lesz? 6-7 éves, az... meglátjuk, de szerintem ez Alex. De Noé 6 éves, meglátjuk. Majd felpróbálja. 110-116-os ilyen kardigán. Jaj. Maradta valami kis folt, nem is egy. Hát ezt majd ki kell mosni, de még marad Noénak. Na, nézzük az ingeket. 116 biztos, hogy jó. Tavaly karácsony inge volt, inge volt, inge? Volt Alexnek, lehet, hogy ez inkább most már szerintem idén Noé lesz, ez ilyen tök jó, ilyen bordós, ez tök szép ing. Na. 116, szintén Alex volt tavaly, tök vicces, beszorult a télapó a kéménybe. Szupi. 122, Alex. Ebből akkor mind a kettőjüknek lesz. Mekkora volt a másik? Hol vagy? Itt volt egy tök ugyanilyen, nem? Tökre rémlik, hogy én ezt már itt az előbb láttam ezt. Na mindegy. Vagy ugyanezt láttam? Nem, itt van legalul. Mekkora a másik? Mert nem, ez 116. Jó, 116 lesz a Noé, és 122 Alexé. Szerettem egyébként, meg ők is szeretik, hogyha egyformák így ünnepekkor, vagy ilyen alkalmakkor, úgyhogy ebből is van kettőnk. Ezt úgy szerettem. Ezt szerintem már 2 éve vettük, aha, 116, ez Alexé volt. Kis manós, szintén pepkós, imádtam. Idén jól lesz Noénak is ez. 110, 4-5 éves. Na, ez lehet, hogy viszont ez akkor már kicsi lesz. Meglátjuk, ide rakom a talán kupacba, de szerintem ez már kicsi lesz Noénak. 116, jó neki, úgyhogy ketté válnak, sajnos itt a másik, látjátok? Ebből is itt van a párja. Hát szomorú, meg a nadrágnak is itt van a párja, hát igen. Úgyhogy ez 116-os, ez... Na jó, a 110-es az biztos, hogy kicsi, úgyhogy az megy, és szerintem a 116-os, ami marad. Ez tuti kicsi. A célondás az nagyon aprócska. No, hát szerintem ez is már kicsi. A ránézésre ez pici. Ez Noé volt tavaly. Na, jönnek a kicsik. Aha, 104-es, kicsi. Ezt szerettem, ezt a manósat. Aztán... 110-116, de hát ez mondjuk hatalmas volt tavaly Noéra. Idén jó lesz, H&M-es. Gyere vacsorázni! Jaj, vacsora van?
Jó, mindjárt megyek, már nem sok van, jó? Még ennyi van, ezt még megnézzük, és megyek, ennyi van még, jó? Mindjárt megyek. Jó, ez még jó. Akkor tavaly vettünk Pizsit, tavaly óriási volt. Biztos, hogy idén jó is lesz, úgyhogy visszateszem. 122-128, 2003 volt, mind a kettő fiúnak vettünk egy-egy Pizsit. Szerintem ezt be is tettük nekik a... Vagy nem tettük be? A mikulásos zsákjukba, vagy mellé raktuk, így mint ruhák, de nem került rá sor, mert óriásiak. Ide nézzetek, hogy ez mekkora. Tehát ez hatalmas. Ez inkább a 128-as méret, úgyhogy ezek hatalmasak. Most már idén jó lesz a Lexnek, vajonnak még ez óriási. Akkor van egy... Mekkora volt az előző? Ez 122, nem, 128-as volt, úgyhogy ez a Noé lesz. A télapos, ebből is akkor kettőnk van, mind a két fiúnak, és itt a párja, ebből is itt van, de a másik már kicsi. Hova lett? Itt volt az előbb még. Mindegy, itt van, ez már kicsi akkor. Igen, 98-104 itt van, ez kicsi, de itt van a nagyobb. Szóval ketté válnak a ruhák, amiket ugye duplán vettem nekik, ugye egy-egy méret különbséggel. Azok most ketté válnak sajnos. No, nekem mennem kell vacsizni, melyesek a gyerekek. Úgyhogy itt van a fiúknak az adagja. És ami biztos, hogy jó. És akkor itt van, amiket kinőttek a fiúk. Úgyhogy fiúruha 104-110-es, a lányruha pedig 98-104-es, amiket kinőttek. Úgyhogy ezek mennek fel egy-egy csomagban a Vintidre. Megyek le, és akkor utána pedig elpakolászok. Úgyhogy köszi, hogy velünk tartottatok. Liza már elköszönt, én is elköszönök, és utána pedig majd vacsora után ezeket szépen elrakodom. Sziasztok! A Vinted csoport, vagy Vinted gardrób linkemet pedig berakom, vagy nem tudom, vagy ide is berakom, meg majd le a YouTube videó alá is berakom. Úgyhogy kövessetek minket, és hát, ha valamit találtok, ami nektek tetszik, és ami gyerkőceink már kinőtték. Sziasztok!